Új oktatási formával indulhat szeptembertől a Tolna megyei szakképzési centrum Eszterházy Miklós szakképzőiskolája. Az intézmény amúgy is széles palettája egy olyan osztállyal bővülhet, amelyben a labdarúgó fiatalok tanulhatnak az intenzív sportolás mellett szakmát is tanulva, és akár érettségit is szerezve. A képzés beindításában a város, az MLS, a Dombóvári Focisúli Alapítvány és a szakképzési centrum egyaránt érdekelt. 2019 nyarán, mikor a képzésre közment a vívódás, hogy milyen szakmák maradhatnak melyik városba. Mi igen erősen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a rendes tisztességes iparos szakmák maradjanak Dombováron. Miután ezt a csatát úgy tűnik, hogy megnyertük, és 21. szeptember 1-ben indult az a képzés, ahol már 3 éves, hát 5 éves technikumi képzés is indul a helyébe, próbálunk ehhez mérten mi is megfelelni, és a Dombovári Focisulival menet közben oly mértékben jó kapcsolatot alakítottunk ki az előző években már, hogy elindult egy ilyen típusú építkezés. Nyilván nagyon egyszerű, hiszen Magyarországon a focit mindenki szeret és mindenki ért hozzá. De ezen túlmenően mi nem ezt szeretnénk bizonyogatni, hanem szeretnénk egy olyan életpályamodellt biztosítani a környékbeli fiataloknak, ahol tisztességes szakmát tanulhat, és üzteti azt a sportot, amelyet megítélésem szerint minden gyerek szeret. A szakképzési centrumnak ez azért kihívás, mert egy új programot kell írni hozzá. Ebben a programban értéket teremtünk, és az értékteremtésnek két alapja van. Az egyik a sport, a másik pedig a szakma. Ezt a kettőt kell ötvözni. Most én tudom, hogy ezt már nagyon sokféle módon és sok helyen ötvözték, viszont mindenhol egyedi az arculat, egyedi abban az értelemben, hogy ez Dombováron van, egyedi abban az értelemben, hogy ez az Eszterházy iskolában van, és egyedi abban az értelemben, hogy a helyi focisuli egyesülettel dolgozunk együtt. És azt a nagy rugalmasságot kell ebbe belehozni, és ezért tapossuk ezt az ösvényt, azt a nagy rugalmasságot kell belehozni, hogy hogyan tud ez együtt mozogni. Együtt mozogni a sport, együtt mozogni a szakma, együtt mozogni a helyi gazdaság, helyi vállalkozók és helyi civil szféra. A Magyar Labdarúgó Szövetség számos hasonló kezdeményezés mögé állt már, melyek sikeresen segítették a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is. Én úgy tudom, hogy az akadémiáknál azért ennek nagy szerepe van, és egyre többen látják ebben a lehetőséget. Én úgy érzem, hogy hát régen is ez volt, én is, amikor annól elkezdtem futballozni, akkor ugye egy ilyen kollégiumba kerültem, és ugye szakmát tanultam, mert tudtam azt, nem mindenkiből lesz futballista. Hál' Isten, én azért meg tudtam csinálni, de egyre nagyobb, erre van ennek Magyarországon. Mindenképpen azt látom, hogy ez egy nagyon jó összefogás és nagyon jó összerakott rendszer. Tehát tulajdonképpen mindenhol így kéne, hogy működjön, mert ebben azt látom, hogy akár a szülő, akár a leendő játékos, akár maga a technikum vagy az iskola, mindenki jól jár. Akik ismernek minket, azok tapasztalhatták, hogy mi egy nagyon széles spektrumú képzési kínálattal rendelkezünk, és nagyon-nagyon jól felkészült pedagógusaink vannak abban a tekintetben, hogy mindenféle különböző előképzettséggel hozzánk érkező tanulókat nagyon-nagyon jól fel tudnak készíteni, akár egy szakmunkás vizsgára, akár egy érettségire. Úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy minket választottak be ebbe a programba, mert én azt gondolom igazgatóként, hogy valóban felkészültek vagyunk arra, hogy egy ilyen egyéni tanrenddel meg tudjuk támogatni ezt a sportprogramot, ami most itt alakulóban van a városban. Választhatnak szakmunkás képzést, vagy érettségis technikumi képzést, és ugye mi egyéni tanrendekkel fogjuk őket megtámogatni, ami azt jelenti, hogy nem kell neki reggeltől estig bent ülni az iskolapadban, hiszen valószínűsíthetően délelőtt is lesz egy edzése, meg délután is, hanem meg fogjuk határozni nekik, kivesszük az osztályokból, és meg fogjuk nekik határozni egy mentor segítségével, hogy 10-től délig van neki tanórája, vagy este 5-től 8-ig, megkapja hozzá megfelelő eszközöket, laptopot vagy tabletet, amikor lehet, hogy online kell neki felkészülnie. Tehát maga az iskola arra készül fel, hogy teljesen egyéni utakon fogja megtanítani a gyerekeknek a szakmát vagy az érettségére való felkészítést. Megpróbálnánk azt az elvet követni, hogy kiskaputól kiskapuig, ami azt jelenti, hogy reggel elhoznánk a fiatalt Dombovára, részt venne az elméleti képzésben, részt venne az edzéseken, majd a nem elméleti képzésen van, akkor gyakorlati képzésen. Nyilván délután tanulószobáztatnánk, újból edzetnénk, és egy szerény vacsorát követően este hazaszállítanánk, tehát gyakorlatilag 12 órán keresztül biztosítanánk felügyeletet és képzést a fiataloknak. A focisuli egyesület számára a legfontosabb, hogy egy olyan utánpótlás bázis nevelődjön ki a városban, mely hosszabb távon egy magasabb színvonalú labdarúgást eredményezhet.
A focisuli a jelen pillanatban a Tolna megyében megyei szinten ér el kimagasló, meg kiváló eredményeket, akár futszában, vagy mondjuk labdarúgás szakákban, és tulajdonképpen ez a lehetőség most az iskolával azt teremtheti meg, hogy mondjuk újból nemzeti bajnokságba nevezzünk, és komolyabb szinten nevelhessünk gyerekeket. Ehhez látjuk azt, hogy komolyabb szakemberek is kerülhetnek a focisulihoz, és tulajdonképpen ezzel egy új lehetőséget teremtünk magunknak is, és az iskola számára is, és szerintem a kettőnek a gyümölcse az hozhatja meg az igazi sikert. Piciben szabad csak indulni. Nem, nagyot álmodunk, de azt szokták mondani, hogy a leghosszabb út is mindig egy kis lépéssel indul el. Mi azt gondolom, most ezt a kis lépést akarjuk először meglépni, és amikor ezt a kis lépést megnéztük és megléptük, akkor egy év múlva visszatérünk rá, hogy hol tartunk, finomítgatunk egy picit nyilván, és akkor már lesz akkor ereje. Az önkormányzatnak a legnagyobb kihívás az, hogy a fiatalokat itt a Csadomba várom, azáltal, hogy a fiatalokat itt tudjuk tartani, itt tudjuk tartani a szülőket is. Nyilván ez nagyon jó partner számunkra a helyi iskola, hiszen intézményvezető azt mondja, az első percre fogva élére állt ennek a gondolatnak, és a gyakorlati megvalósításában is hatékonyan közreműködik. Az első merítésben Dombavád 25 kilométeres körzetéből várják majd a gyerekeket. Ma már arról is szó esik, ha módszerbe válik a labdarúgóknál, akkor hosszú távon alkalmaznák a kosárlabdát vagy atlétikát választó középiskola előtt álló gyerekek esetében is.